Tovább csökken a tavaszi árpa és a zab vetés területe. Az utóbbi években 2500 hektár körül alakult a vetőmag szaporítások területe, amely az elmúlt évben közel a felére esett vissza, derül ki a Vetőmag Szövetség közleményéből. Tolna megye azonban elsősorban nem ezekről a növényekről híres, mondja Kővári László, a megyei agrárkamara alelnöke. Az a közel 60 ezer hektár gabona, amit Tolna megyében termesztünk, annak igen nagy-nagy százalékban túlnyomó többsége az őszi buza, valamennyi rozs, és hát őszi árpában is azért elérjük a 9 ezer hektárt, de tavaszi árpában ilyen 1300 hektár körüli volt a tavalyi vetésterület, és a zab pedig nem ért el az 500-at. A Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács jelezte, lehetséges, hogy kevesebb lesz a vetőmag a tavaszi vetésű árpa és zab esetében. Én azt gondolom, hogy ezt Tolna megyében azért remélhetőleg nem okoz olyan gondot, mert ez nem olyan nagyságú terület. Másrészt meg akik valóban azért termelnek ilyesmit, mert olyan állatfajjal foglalkoznak, aminek ez az igénye merül föl, igyekeztek már vetőmagot biztosítani maguknak. A tavaszi vetésű sörárpának a hűvösebb, csapadékosabb tavaszi időjárás kedvez, mert ekkor képződik szénhidrát, amit aztán malátásítani lehet. Tolna megyében az őszi árpát főleg sertéstakarmányként hasznosítják. A terméktanács tavaszi árpa esetében 100 ezer, zab tekintetében 105 ezer forintos nettó tonnánkénti tájékoztató árat tett közzé. A tavaszi kalászosok és a hüvelyes növények esetében a hazai értékesítést nagyban befolyásolhatja, hogy az Európa szerte jelentkező súlyos vetőmag minőségi problémák erős keresleti helyzetet teremtenek.